Kedves bibliaolvasó barátaim, a szabadság ima, szolidaritási ima elhangzása után, mint mindig, most is nyissuk ki a bibliákat. Nem lesz könnyű dolgunk, de valamit kezdeni fogunk a leghosszabb Zsoltárnak egy gondolatával, miközben a havi témánkat nem felejtjük el, ami a jutalmazásról szól. A 119. Zsoltárnak az 57. verséből fogunk egy kis részletet elolvasni, egy mondatot, és ennek alapján gondolkodunk tovább a jutalmazásról. De most mielőtt ezt megtennénk, előtte énekeljük el a 349. dicséretnek az első két versét, illetve én ezeket el fogom most olvasni, mert itt nincs most kántor velünk, abban maradtunk, hogy őszig, szeptemberig online mennek a Biblia órák, és szeptember közepétől körülbelül, a zsidó új év utántól pedig megint visszatérünk a szemtől szembe tartott Biblia órára. Ez nem azt jelenti, hogy egyrészt, hogy ne jöhetne el bárki erre az alkalomra, másrészt pedig meglátjuk majd, mert lehetséges, hogy ami egész Európán végig fut most, és Izraelen is, vagy az Egyesült Államokon is, folytatódik a vírusjárvány, és akkor megint kénytelenek leszünk áttérni az online istentiszteleti alkalmakra, és akkor természetesen a bibliai óra is továbbra is online formában zajlik, de valaminő módon mindenképpen megtartjuk. Említem már most a hirdetéseket is, mert ezen a héten pénteken van augusztus 20-a, és itt akkor egy egész napos gyülekezeti napot tartunk. Vidékről is várunk máshonnan testvéreket, akik el tudnak utazni erre az alkalomra. Ez reggel 9:30-tól, vagy dél 9:30-tól délután úgy nagyjából 4-5-6 óráig tart el, ahogy tudjuk, befejezzük majd. Több igehirdetés hangzik el, alkalom lesz közös éneklésre, beszélgetésre. Mindenkit szeretettel várunk ide Békásmegyerre, a Királyok útjának a végére, ez a Nánási út folytatása, a Duna folyásával szemben haladva Szentendre felé jutunk el a város határába, hiszen a Hadrianus utca, ami keresztezi a Királyok útját, ez az utolsó utcája a fővárosnak, azután már Budakalász következik, majd Pomáz és Szentendre. Tehát itt az utolsó telken van a templomunk, a megbékélés templom, amelynek a nevére rákattintva meghallgathatjuk az igehirdetéseket a YouTube-on, a Facebookon, sőt ezeket átveszi az oltalom is, Metegyház felületén, és a megbékélés templom, ez a templomunknak a elnevezése, a zsidó keresztény megbékélés gondolatát hordozza. Ez, ha ez egyáltalán lehetséges, akkor mi ezen szívből fáradozunk. Nem ez a mostani alkalmunknak a témája, de a gondolat, hogy szeretnénk valahogy kiengesztelődni, bocsánatot nyerni a keresztény bűnök irányából, ez biztos. Visszatérve még a gyülekezeti napunkra, hirdetésekhez tartozik, hogy ilyenkor mi főzünk egy nagy leves, mindenkit szeretnénk megvendégelni, egy marha gulyás levest, és azt a süteményt szolgáljuk fel, amit kiki hoz. A kérésünk csak az, hogy aki hoz egy kevés süteményt, egy fél tálcányit, az kockázza azt föl, hogy ne kelljen már itt ezzel foglalkozni, és papírtányéron, fa evőeszközökkel, környezetkímélő módon
leszünk együtt, reméljük, hogy nem mos el az eső. Ja, ha jönne az eső, akkor is zárt területen meg tudjuk ezt az alkalmat tartani. Tehát pénteken, augusztus 20-án, csendes nap, Békásmegyeren, mindenkit szeretettel látunk, azt is, aki még nem volt, semmitől nem kell félni. Egy túlzottan is kedves kutyánk van, akit éppen a túlzott kedvessége miatt bezárunk ilyenkor egy kis kennelbe, tágas tér ez is, már kis szanatórium ez, de természetesen ő jobban érezné magát, hogyha mindenki kényeztetné. És itt vannak kedves állataink, a ló, a póni, a csacsi, kacsák, kúkok. Hát egy ilyen nagyon kedves kis falusias környezet, ez itt az utolsó telken. És nem is beszéltünk arról még, hogy Isten igéje körül, testvéri közösségben, a világ zajától félrevonulva lelkünket is ápolhatjuk. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, aki süteményt szeretne hozni, azt megteheti, kérik, hogy kockázza fel, más nem kérünk. Alkoholt ne hozzon senki, üdítőitalt, esetleg ha valaki, vagy gyümölcsöt lehet még azt is hozni, hozzon mindenki magával még egy másik személyt is, jöjjünk el és legyünk Isten igények körül. Vasárnap természetesen megtartjuk az Isten tiszteletet, és természetesen szombat reggel 9 órakor is Iskola utcai tantermünkben folytatjuk a Tóra olvasását. Most a 349. dicséretet olvasom, annak első két versét. Taníts, Uram, meghajlani, mint szélben az aranykalász, hajoljak meg, ha a lelked így reám fúval, sporig aláz. S dacos szívem, ha ellenáll, midőn a lélek rálehel, jöjj tűz, gyanánt, s a dac, s a gőg, lelked tüzében égjen el. Imádkozzunk. Mindenható és örökké való Istenünk, mennyei édesatyánk, akinél mindig van jutalom, mint a jó apánál, aki nem veréssel, büntetéssel, haraggal nevelsz és formálsz bennünket, hanem jutalommal, aki olyasmikért is jutalmat adsz, amit tulajdonképpen te végzel, végeztél el, és mind van, amit ne úgy kaptunk volna tőled, neked adunk érte hálát, és megköszönjük neked sok kedves gyermekedet, akik segítségével ma is tudtunk fizetést adni munkatársainknak, különös kegyelmedért. Dicsőítünk téged, ez az az összeg, Urunk, amit az adományozó egy évvel ezelőtt adott volna, és nem tudta, hogy azért nem nyílik erre lehetősége, mert most egy válságos pillanatban akarod te ezen az összegen keresztül megmutatni, hogy nem engeded, hogy ügyünk elvesszen, és a hatalomnak a gonoszsága miatt fizetésképtelenekké váljunk, ezt eltetted nekünk, ezt a pénzt. Dicsőítünk és magasztalunk ezért, és testvéreinkért az autonóm gyülekezetben, akik szintén ezen a napon küldtek át nekünk 500 000 forintot, te áld meg gazdagon a budapesti autonóm gyülekezet munkáját, tagjait. Legyen a te jó tetszésed ezen a kedves, sokat üldözött közösségen. Ugyanígy imádkozunk zsidó testvéreinkért a Mazsihiszben, akik ugyancsak segítségünkre siettek, mellénk álltak, és több hitközségük küldött pénzt, bátorító üzenetet, porigaláz bennünket a te népeden keresztül adott jóságod, és az a rokonság, az a közösség, ami minket összekapcsol. Áldunk és magasztalunk, mert jó, hogy örökkévaló a te kegyelmed, jutalmad veled van. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. A mai igénk pedig, amint mondtam, a 119. Zsoltárnak az 57. versében található. Lehet, hogy egy kicsit erőltetetnek fog tűnni a jutalomhoz kapcsolni, de már vissza is vontam. Már vissza is vontam, azt semmiféle erőltetés nincs. Nagyon is szépen illik témánkba a 119. Zsoltárnak az 57. verse. Egy kicsit modernebb, szó szerintibb fordításban az örökké való az én osztályrészem. Elhatároztam, hogy ügyelek szavaidra. Nálunk azok, akik összeállították ezt a programot ilyen változatban, hozták ezt, hogy Uram, én örökségem, ígérem, hogy megtartom igéidet. Az ige az Isten szava. Tehát ha azt mondja a másik fordítás, hogy elhatároztam, hogy ügyelek szavaidra, és ígérem, hogy megtartom igéidet, mind a kettő ugyanarról szól, de a jutalom az, hogy az örökkévaló az én osztályrészem. Az osztályrész körülményes, réges bibliai szó, mondhatnánk azt, nézem, hogy a mi fordításunkban egyszerűen csak Uram, én örökségem, az örökség, az osztályrész az öröksége. Az osztály alatt nem iskolai osztályt kell értenünk, hanem az egészből nekem juttatott szelet, tehát mint hogy egy torta szeletről beszélnénk, tehát az egészből, ami Isten gazdagságát jelenti, jut nekem is egy szelet, vagy arany egy barázdányiról beszél, az egész földön egy barázdát én is voltam, mondja, tehát van nekem ott valamim, ami oda kapcsol engem Istennek földgolyónyi, vagy még inkább világmindenségnyi gazdagságához. Az én jutalmam az, hogy vele dolgozhatom. Most beszéljünk egy kicsit erről a Zsoltárról, ami eléggé egyedülálló a Bibliában, azért is, mert ez a leghosszabb Zsoltár. Olyan a szerkezete, hogy minden ABC-s betűhöz, ugye Héberben nem ABC-t mondunk, hanem Alef Bétet, ott nem a C a harmadik, hanem a Gimel. A G betű, mondjuk így a G betű. Tehát nem ABC, de mégis magyarban ez érthető, hogy ABC rendben. És akkor még egy dolgot mondunk, hogy itt a magánhangzók nem tartoznak bele az ABC-be, az alefbétbe, csak a mással hangzók, és ebből 22 van a héberben. És anélkül, hogy most túlzásba vinném a héber írás ismertetését, csak említem, hogy vannak néma betűk is, amelyeknek legfeljebb nyelvtani jelzésértékük van, de hangzani nem szoktak. Ilyen például az alef maga is. Az alef egy néma betű, bizonyos magánhangzókat dajkál, magánhangzó önmagában nem állhat, csak mással hangzóval karöltve. Tehát a bét az már egy, mondjuk így, hogy rendes mással hangzó, de hát
a héber alefbétben ennek nincsen igazán ugyanolyan jelentősége, mint a latin ABC-ben, görög ABC-ben is akár. De szóval minden betűhöz tartozik 8 vers, és a 22 más alangzóhoz 22-szer 8 vers tartozik. Mi most az igénket a het betűnek a 8. betűnek a keretében találtuk meg, annak az első sora, a 8. betű a het betűnek a számértéke is 8 egyébként, a het betűnek az első mondata ez, amit idéztünk, hogy maga az örökké való a mi jutalmunk. És ezért elhatároztunk, hogy különösen is ügyelni fogunk arra, amit nekünk mond. Ügyelni fogunk a szavaira. Amit ő mond, az az ige. Istennek nem kell mindenki számára minden nap valamit másféleképpen milliószor vagy milliárdszor, 7 milliárdszor másféleképpen elmondani. Van egyfajta kalauzza az ő szent igéje, ami mindenkinek szól, és mindenki épülhet általa. Tehát a hét betű első sora, az örökkévaló az én osztályrészem, elhatároztam, hogy ügyelek szavaidra, mondom Istennek így tegeződve és megszólítva őt. Hadd vessük fel a kérdést, van egyébként a Bibliában máshol is ilyen alefbét zsoltár, például a Jeremiás síralmaiban, a példabeszédek könyvében is találunk ilyen alefbét-szerűen elkészített szakaszokra. Most ez a 176 vers, ez a speciális gyűjtemény, a 22x8-as gyűjtemény, ott tartunk, hogy vajon ez a zsoltár maga mit is mond, mi a mondani való. Hát az egyik mondani valója az, a maga az ige, a megszólalás fontossága, a beszéd komolyan vétele, a jutalomnak a komolyan vétele. Ez jutalom, hogy Isten megszólít bennünket. Sok minden mást is mond ez az ige, de az egyik kulcsszó az, hogy Isten beszél, szól hozzánk, megszólított, és ez választ követel. Isten szava utolért engem, valamit hallottam, valamit megértettem, és reagálok, vagy reflektálok rá. A magam válaszát megfogalmazom, nem hagyhatom szó nélkül azt, amit Isten nekem mondott. És mindenképpen meg kell fontolnom, és hogyha úgy érzem, hogy életem elmaradhatatlan része, akkor tudomásul kell vennem. Egyszer talán említettem ebben a körben is, hogy Heller Ágnes említette, volt hajdan hittan órán, ő nagy merészen odaállt a rabbia elé, és azt mondta, hogy ő ám nem hisz Istenben, mire bölcs öreg tanító azt felelte, hogy leányom, az örökkévaló nem is azt kéri, hogy higgyél benne, hanem hogy tartsd meg a parancsolatait. És innen ebből a helyzetből nehéz volt tovább menni, hiszen akár meg tudjuk bölcseletileg fogalmazni azt, hogy a láthatatlan, szinte felfoghatatlan Isten kicsoda, és hova tegyük az ő valóságát, ígyünk, ne ígyünk benne, ezt nem tudjuk igazán megfogalmazni, viszont az erkölcsi parancsaiban nincs vita, vagy nem kellene, hogy vita legyen köztünk, ha van, akkor baj van. Tehát amikor valaki nyilvánvaló lopásról a közpénz természetének a megváltozásaként beszél, útközben való megváltozásaként beszél, akkor mi ezen
keserűen nevettünk, és azt mondjuk, hogy a politikusok így szokták nevezni azt, hogyha ellopják a közpénzt. Tehát a ne lopj, az mindenki számára azért törvény, mert nem onnantól kezdve tudjuk, hogy ez bűn, hogy valaki megfogalmazta, hogy a másik elvenni tilos, hanem ez onnantól kezdve, ez azt megelőzően is bűn volt, és ezért fogalmazta, vagy fogalmaztatta meg az örökké való, hogy a másik elvenni az elfogadhatatlan dolog, és így tovább, sok más törvényről ugyanígy elmondhatjuk mindezt. Tehát az erkölcsi parancsolatokban, amelyek a lelkiismeretünkben vannak beágyazva, belevésve, azok felett nincsen vita közöttünk. De nem csak erről szól ez a 119. Zsoltár, hanem azt mondják a bölcsek, hogy költői formában, lényegében minden versben benne van a Tórának, a Biblia szívének, a tanításnak az a 10 szempontja minden versben állítólag egy kivételével. Most ezt nem tudom megmondani, hogy melyik. Mik ezek a kifejezések? Hát először is a Tóra az egy út, amely esetleg ismeretlen a mi számunkra, de amire rá kell lépnünk és azon végig kell mennünk. Úti kalauzzal esetleg, vagy idegenvezetővel. Mi az út? Két pontot összekötő vonal az ismeretlenen át. Az egyik a kiinduló pont, és a másik a cél, hová be kell futnom, mert ott engem valami vár. Tehát életem egy nagy út, úton vagyok, és ezt az utat végig kell járnom, meg kell ismernem közben önmagamat és az utitársaimat egyaránt. Útközben tanulunk Isten tulajdonságait, elkezdjük utánozni. Na most azért vagyunk könyörületesek, mert Isten is könyörületes. Nem hagyja veszni a szegény menekültet például. Isten adott példát arra, hogy az éhezőnek kenyeret kell adnom, mert adott mannát a pusztában. Hogy fel kell ruháznunk a mezítelen, mert Isten felruházta az Édenben Ádámot és Évát, és így tovább. Tehát utánozzuk Istent, megyünk utána az úton. Derech a héberül az útnak a neve. A viselkedési normák, amiket Isten égetett bele a lelkünkbe. Aztán törvényekről beszél, a Tóra maga is törvényt jelent, de törvények más szóval, hukim, azok a megnyilatkozások ezek, amiknek esetleg nincs látható és érthető okuk, és mégis komolyan vesszük őket, mert életünket valamilyen fajta rend szerint akarjuk élni. De most ez nem az a fajta rend, amit erőszakos emberek, mozgalmak, parancsuralmi rendszerek hangoztatnak, hanem olyan dolgokról beszélünk, amelyek a veszély pillanataiban bizonyulnak értelmes dolgoknak. Például egy ilyen balra hajtsz, jobb oldalon haladj közlekedésben, lehet éppenséggel bal oldalon is haladni, de például egy bukkanónál, vagy egy beláthatatlan útkanyarulatban nagyon kellemetlen következményeket jár az, hogyha nem a magunk oldalán hajtunk. Nem bűn önmagában az, hogy bal oldalon megyünk és bejárjuk az út teljes szélességét, de mégis a hukim akkor válik érthetővé, amikor esetleg baj van. Aztán olyan parancsolatok, vagy parancsok, amiket micváknak nevezünk. Tedd ezt, vagy tedd azt.
a gyereknek sokszor ezt kötelezővé kell tenni, és esetleg felnőttként érti meg, hogy mi volt az értelme a dolognak. Vagy vannak jogi utasítások, a mishpatim, azok a viselkedési normák, amelyek az emberek közötti viszonyokat szabályozzák. Említettem az előbb a ne lopjot, vagy magánjog szabályai, hogy mi történjék akkor, hogyha nem a fiúk, hanem a lányok öröklik az apai vagyont, vagy szabad-e elmozdítani a határkarót, vagy nem. Mi legyen akkor, hogyha valaki tartozik nekünk, zálogba vehetjük-e a ruháját, és így tovább. Aztán tanúságok, édut héberül, ami alatt azt értjük, hogy valaminek az emlékére csinálunk valamit, az ünnepnapoknak a megtartásai ilyenek, és így tovább. Tehát ezek a szempontok vannak benne a zsoltárokban, és ezért aztán egy tananyag ez, egy mondóka benne játszva elrejtetten szójátékok esetleg, amit a gyerekek élvezhetnek is, és könnyű éppen ezért megjegyezni, hogy mire is gondol a szerző, miért kell nekünk ezzel az egész zsoltárral foglalkozni. Na most térjünk vissza ide, ahhoz a mondathoz, ami a het betűvel jelölt szakaszban van, hogy az örökkéval az én osztályrészem elhatároztam, hogy ügyelek szavaidra. És akkor ennek kapcsán még egy dolgot vessünk fel, és azt a kérdést, hogy vajon ki ennek a könyvnek, vagy ennek a zsoltárnak a szerzője. Hát miután úgynevezett árva zsoltár, nincs ott az élén a szerzőnek a neve, ezért találgatni tudunk stílus alapján, szófordulatok alapján, és vannak olyanok, akik nagyon határozottan állítják, hogy ez Dávidnak a szókészletéből való, tagadhatatlan, hogy az ő gyűjteményében bukkan fel, nem biztos, hogy ő, de valaki az ő iskolájában, az ő kis zenekarában, Dávid hangszeren is jól játszott, és szerette éjjel is megpengetni a hárfát, és csodálatos lehetett a holdfényes éjszakán, azért készültek legendák a hold karibáján hegedülő, vagy a háztetőn hegedülő hegedűsről, holdban hegedülő Dávid királyról, hát volt vonos, húros hangszer is már abban az időben, és meg pengetős hangszer, ugye ez általában birkabéllel, fával készült hangszer volt, mindmáig használnak egyébként birkabelet. Hegedű húrként rendkívül drága is, nagyon igényes a drótból készült húrral szemben, ilyen egészen más a hangzás, lágyabb, puhább. És abban az időben, az ókorban ezt használták húrnak. Nos, Dávid is egy minta. Mondjuk így azt is, hogy nem csak az Úrra figyelni és az Urat követni jutalom az én számomra, hanem jutalom lehetett az is, hogyha valakit Dávid bevett a zenekarába, vagy megengedte neki, hogy jelen legyen, amikor a király zenét vagy dalt szerez, szöveget ír, fel alá jár a szobájában, kidobja a macskát, hogyha, mint egy szegény Böncivel mi is tettük az imént, mert mindig átsétál a felvevőgép előtt, mindent eltávolított, ami eltereli a figyelmét, azért, hogy koncentrálhasson, kizárhassa a világ zaját, és
és megmutathassa azt, hogy mennyire becsüli azt a jutalmat, amit Istentől kapott. Na most, jutalmat kapni jó dolog. Ki ne emlékezne az iskolai jutalmakra, amikor valaki emlékkönyvet kapott, csak azért, mert nem hiányzott egy napot se az iskolából, vagy ügyesen szedte a szemetet például. Pedagógusok pontosan tudják, hogy jutalmat adni az nagy ajándék, és pláne, hogyha egy jó könyvet kapott az ember. Én például Mórának Arab ember fiai című könyvét, azt így jutalomkönyvként kaptam, már nem tudom miért, szemétszedésért biztos nem, mert soha nem voltam igazán rendes, és hát lehet, hogy a nem hiányzás az benne lehetett, mert szigorú pedagógus édesanyám nem nagyon engedte meg, hogy mulasszunk az iskolából. Nem tudom már miért kaptam jutalmul, nem emlékszem ezt a könyvet, de jutalomkönyvnek egészen sajátos tapintása, illata, élménye volt kimenni előre és átvenni egy komoly könyvet, azt otthon nekihasalva egy korkintásra elolvasni, újra elolvasni, nézni benne az illusztrációkat, nagyszerű illusztrátoraink voltak korábban is, akik kitűnően rajzoltak és sokat jelentettek ezekben a gyerekkori jutalomkönyvekben a rajzok is. A jutalmat adó azért adta ezt, hogy nagyobb örömünk legyen a parancsolatok teljesítésében. Hogy azt érezzük, hogy valami jó dolgot vittünk véghez, van eredménye annak, amit tettünk, és részesülhetünk a jónak az ízéből, az áldásából. Van olyan, mint mondtam az előbb, hogy jutalom a mesterrel együtt lenni, kiválasztják azt, hogy kik azok a személyek, akik elmehetnek, és ott lehetnek, miközben a mester alkot. Miért? Azért, mert nem fér el több száz gyerek vagy felnőtt akár a mesternek a kis alkotó szobájában, Dávidnak a kis csillagvizsgálójában, fent a toronyban, ahonnan a holdat és a csillagokat nézte, ábrándozott, és elbűvölte őt a csillagos égnek a képe, vagy ahogy elfordult az égbolt, és valószínűleg ezért is fennmaradt éjszaka, hogy ezt megnézze, hogy tényleg mozdul az egész égbolt. Valami elképesztően nagy élmény ülni a Sámlin Istennél, aki megengedi, hogy fönnmaradjunk éjjel, hogy a gyereknek jutalom, ha pláne, ha tegyünk fel, csillagász lenne az édesapa, és azt mondaná, hogy fiam, én ma tanulmányozni szeretném a csillagos eget, mert augusztus van, és ez az a hónap, amikor a legtöbb meteor van. Mi a meteor, apám? És gyere, nézzük meg, és a gyerek fennmarad az apjával éjjel, és akkor egyszer csak hirtelen elválik valami fönt a sötét égi láthatár szélén, és egy gyémánt végig gurul az égbolton, és elmondani azt, hogy milyen csodák között élünk, mi az, amit láttunk, mi az úgynevezett hullócsillag, netán egy üstököst vizsgál meg, apa, esetleg van egy lábcsöve, és fönnmarad addig, amíg ki nem világosodik az égbolt, és én, ha nem is tudok végig ébren maradni, de valami határtalan élmény, hogy ő az én apám, hogy ő engem szeret, megosztja velem a tudományát, azt, ami őt foglalkoztatja, és ha belealszom is, mint ahogy elaludtak talán Jézus tanítványai is, amikor mesterrel voltak egy nagyon nehéz, küzdelmes éjszakán, ahogy én elaludtam gyerekként, amikor Pali bácsi a malomba vitt,
életem első ilyen éjszakai kiruccanása volt, elmondani nem tudom, hogy milyen élmény volt, máig milyen meghatározó emlék az is, amikor elaludtam még arra, és emlékszem, hogy a meleg lisztes zsákon, a frissen őrölt liszt tetején aludtam el, és ő egy üres zsákkal takart be engem. Aztán a többire nem emlékszem, mert elnyomott az álom, de mégis ami megmaradt, a végtelen valóság egy pici darabja, mielőtt belealszom, megmarad. És akkor eszembe jutnak az éjszakák a Bibliából, az eget kémlelő Ábrahám, aki jön a csillagok imádatának világából, és Isten megtanítja őt arra, hogy az csak emlékeztet bennünket arra, hogy na ennyien lesznek utódaim, és utódaim akármilyenek, mind egy-egy csillag, és ha valamelyik talán kihullik is, az ő kihullása is csodálatos élmény, a hulló csillag, a kis meteor, a lángcsóva, az égnek az a vándora, amely nem álló csillagként világít nemzedékről nemzedékre, hanem a futása gyors, ritkán bukkan fel, de mégis az enyém volt, és oda tartozik. Az én szeretteim közé gondolok azokra a kedvesekre, akik idő előtt távoznak közülünk. Gondolok az egyiptomi éjszakára, amikor Mózes fölkiáltatott, hogy most azonnal induljunk, mert ez az a pillanat, amire vártunk, a szabadulás éjszakájának erre a pillanatára. Az első szülöttek halála volt persze ez, amikor egész Egyiptom kétségbe esetten gyászolt, de mégis megnyílt a szabadulásnak. Ez a véres útja, ez a várva várt útja, amiért generációk küzdöttek, imádkoztak és szorongtak. Szóval csodálatos éjszakák voltak, amik benne átélni azt, hogy az Úr az én örökségem, azért benne bízom, átélni azt, hogy ő az én osztályrészem, és most tanulom meg, hogy milyen fontos, hogy odafigyeljek az ő szavaira, akár éjjel is. Még egy utolsó gondolatot ide kell tennem, hogy a jutalom az mindig az adományozó nagyvonalúságáról szól. Akkor is, hogyha valamiért kapom, amit elvégeztem, a jutalom megbecsülése az akkor is fontos dolog, hogyha, amint mondtam, nem olyan határtalanul bőséges adományról van, hanem egy könyvtárat kapok jutalomban, egy vékony kis könyvecskét, de odafigyelni arra, amit kaptam, tanulni belőle, mondom, a másik oldalról nézve a pedagógusnak ez a szándéka, adok neki egy jutalmat, hogy ne felejtse el, hogy figyelni a szavakra, az fontos, és nem csak azért, mert néha élet-halál kérdése, hogy komolyan vettem a tanítóim szavát, hanem határtalanul élmény, amikor engem tanítanak, nekem magyarázzák, bemutatják, fölmutatnak az égre, fölkiáltanak gyorsan, most figyelj, látod, végigult az ég alján, na ez a meteor, és ott egy különös égi jelenség, amit most megfigyelünk, egy holdfogyatkozás, vagy valami más hasonló, amit tanulmányozni lehet, és érdekességeket lehet vele kapcsolatban elmondani. Elhatároztam, és ezt jutalmazás közben értettem meg, amikor magából adott nekem a Teremtő szentelt rám pillanatokat, elhatároztam, hogy nem csak
akkor fogok rá figyelni, amikor különleges érdekességeket mond, hanem miközben jutalmul adta nekem magát. Ezekben a pillanatokban megtanultam, hogy akár jót, akár rosszat mond, oda kell figyelnem rá. Ő nekem út, irányt mutat, ő nekem parancsolat, az életnek a törvénye, ő nekem szín és dallam is, és érzés is, kitüntetés is, és szeretet is, és ott ülök a lábménál elbűvölten, boldog vagyok, hogy a kiválasztottak között lehetek, akik figyelhetnek ő rá, természetesen hortyoghatnék és szórakozhatnék a cimboráimmal, tibornyázok valahol, de milyen nagy lehetőség, hogy én azzal szemben, ebben a múló időben valami időtlenséget élhettem át. Annak az oldalán, aki maga az alkotó, ő tanít engem. Odafigyelek rá, amikor irgalmasságra tanít, odafigyelek rá, amikor önzetlenségre tanít, odafigyelek rá, amikor tisztességre, sorolhatnám hosszan mindazokat a dolgokat, amelyeket elsősorban tőle tanulhatok meg, és tőle tanulom meg, hogy én milyen apa, anya legyek, hogyan legyek példává a gyermekeim a következő nemzedék számára. Isten maga a jutalom, ami számunkra, imádkozzunk. Urunk, nem is kell nekünk más, mert abban, hogy megismertünk téged, a lehetőségek csodálatos tárháza nyílt meg. Te vagy a mi osztály részünk, te vagy a mi örökségünk igazán. Veled együtt látni a világ csodáit, és veled együtt felfedezni azt, hogy milyen jó embernek lenni ebben a világban, milyen jó megtartatni azért, hogy mások számára, akkor is, ha elhull a mi életünk, mint a csillagok örökkön örökké az értelmesek közé számláltatunk, akik jelzéseket adnak az utánok jövő nemzedéknek. Légy áldott érte, hogy mi tanulhattunk tőled, és te, hogy te vagy a mi osztály részünk, és a te békességed meg minden értelmet felülhalad. Hisszük, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat. Amen. Maradt egy versszakunk a 349. dicséretből. A harmadik vers, mint parthoz érve megtörik a hab, melyet paskolt a szél, úgy törjön össze szívem is, amint te benned partot ér a boldog megérkezés. Csodálatos élménye még előttünk van. Köszönjük, hogy Isten vendégei, jutalmazottjai lehetünk itt ezen a csodálatos világon. Amen. Isten velünk. Viszontlátásra.